Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. Az évközi 31. vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának 12. fejezetéből olvassuk. Az evangélista elbeszéli, hogy egy írástudó megkérdezi Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus pedig így válaszol, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az első, amit Jézus kér, az az, hogy halld Izrael. Vagyis a legfontosabb magatartás Isten előtt az, hogy meghallgatjuk őt. Hogy befogadjuk azt, amit mond nekünk. Hogy befogadjuk azt, amit Isten feltár önmagáról számunkra. Meghallgatni Istent a szeretet cselekedete. Befogadjuk az ő szavát, megőrizzük az ő szavát, és megvalljuk, hogy Isten a mi szerető atyánk. Meghallgatni Istent azt jelenti, hogy ünnepeljük, hogy ő szeret bennünket. Az első parancs tehát, amire Jézus bátorít bennünket, hogy mindig hallgassunk Istenre, mindig hallgassuk meg Istent, fogadjuk be az ő szavát, és bízzuk rá magunkat az Úr szavára. Ferenc pápa arra bátorít bennünket, hogy merjük meghallgatni egymást is. Merjük meghallgatni a testvérünket, mindazokat, akikkel találkozunk. Meghallgatni egymást, befogadni azt, amit a másik ember mond nekünk. Ez a párbeszéd, a találkozásnak is fontos eleme. Miután tehát meghallgatjuk az Úr szavát, miután ünnepeljük, hogy az Úr szeret bennünket, erre válaszolunk szeretettel, Isten iránti, fele barátunk iránti és önmagunk iránti helyes szeretettel. Azt mondja Jézus, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Vagyis az egész ember szeresse Istent. Minden cselekedetünkkel, létünk, életünk minden pillanatával és pillanatában szeressük Istent. Igazi szépséget, igazi értelmet életünknek az ad, ha szeretünk, ha szeretjük Istent, ha az ő szeretetére mindig szeretettel válaszolunk. Az első János levélben olvassuk, hogyan szerethetjük Istent, akit nem látunk, ha nem szeretjük fele barátunkat, akit látunk. Vagyis fontos a fele barátunk iránti és az önmagunk iránti helyes szeretet is. Ki az én fele barátom? Az a testvérem, aki éppen most mellettem van, akivel éppen most találkozom. Mindenki a fele barátunk, mindenki iránt ezzel a testvéri szeretettel kell fordulnunk, ami konkrétan azt jelenti, hogy jót akarok a másik embernek. Hogy imádkozom érte. És helyesen szeretni önmagamat azt jelenti, hogy elfogadom magamat. Igent mondok önmagamra. Egy magyar lelkíró egy háromlábú székhez hasonlította a szeretet parancsát. A háromlábú szék egy-egy lába jelképezi az Isten iránti, a fele barát iránti és az önmagunk iránti szeretetet. Mind a három széklábra szükség van ahhoz, hogy a szék stabil maradjon. Jelképesen mondva ez azt fejezi ki, hogy ha nem szeretem önmagamat, akkor nem tudom a fele barátomat és Istent sem szeretni igazán. Ha nem szeretem testvéremet, azt, akivel éppen találkozom, embertársamat, akkor nem tudom önmagamat sem igazán szeretni, és Istent sem tudom igazán szeretni. És ha nem szeretem Istent, akkor valójában nem tudom igazán embertársamat és önmagamat sem szeretni. A mai vasárnapi szentírási szakasz örömhíre tehát az, hogy Isten minden embert szeret. Hallgassuk az ő szavát, fogadjuk be Isten szeretetét a szívünkbe. És örömhírünk az, hogy erre a szeretetre mi is válaszolhatunk, szeretve Istent mindenek felett, szeretve fele barátainkat, vagyis minden embertársunkat, és szeretve önmagunkat.
Ha nap mint nap ünnepeljük azt, hogy szeretve vagyunk, és ünnepeljük azt, hogy képesek vagyunk szeretni, jót akarni a másiknak, akkor béke lesz a szívünkben. Tartsunk egy kis csöndet, és ebben a csöndben adjunk hálát a Jóistennek. Imádkozzunk minden embertársunkért, különösen a családokért, a szenvedőkért és az egészségügyben dolgozókért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!